Lapozzuk föl, kedves gyülekezet, Isten tiszteltünk alapigéjeként Jób könyve 17. fejezetét. Ám az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz. Úgy gondolom, hogy a gyülekezet előtt ismert Jób élettörténete. Ez a kijelentés, amit felolvastam, az ő ajkáról hangzik el, hogy az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz. Ez a két jelző nagyon fontos számunkra, hogy valaki igaz és tiszta kezű legyen. De vajon Jób milyen körülmények között mondta el ezt a mondatot? Hogyan erősítette magát, és az ő személyét hogyan ismerhetjük úgy meg, mint egy igaz, tiszta kezű embernek a történetét? És milyen körülmények között hangzott az ő ajkán az, hogy ám az igaz, kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz? Nagyon röviden szeretném csak összegezni Jób élettörténetét, azok kedvéért, akik nem ismerik annyira mélyen Jób történetét. Egy olyan különleges jelleme a Jób jelleme, amiről maga Isten kijelenti, hogy fedhetetlen, igaz és bűngyűlölő ember. Jób könyve első fejezetében elolvassuk, hogy nem csak, hogy fedhetetlen, igaz és bűngyűlölő ember volt, hanem egy gazdag ember is volt, aki így mondhatnánk, hogy rendezett családi körülmények között élt. 7 fia, 3 lánya volt, nagyon nagy vagyona volt, rendkívül komoly tudománya volt. Jób könyvét azért is érdemes olvasnunk, mert a költészete is különleges, de természettudományos ismereteket is találhatunk benne. Tehát úgy mondhatnánk, hogy egy olyan ember élettörténetét tartalmaz a Jób könyve, aki jólétben, rendezett családi körülmények között élt, és korának egyik tudósa volt. Így mondhatnánk, hogy természettudományok területén, de az Isten ismeretét tekintve. És egy olyan ember, akiről maga Isten jelentette ki azt, hogy ő fedhetetlen, igaz istenfélő és bűngyűlölő. És nagyon megdöbbentő, hogy ezt az embert mégis mi minden érte. Azért nagyon fontos számomra Jób élettörténete, mert bizonyára mindannyian vagytok úgy, hogy kissé nehezen éltitek a saját életetek történetét, hogy mi miért történik a mi személyes életünkben. Én, ahogyan járom így a közösségeinket, a gyülekezetünket, azt tapasztalom, hogy sokféle dologgal küzdünk mindannyian. És sok esetben nem is értjük, hogy mi miért van az életünkben. És nekem azért nagyon nagy segítség Jób élettörténete, mert valahol számomra egy választ ad arra, hogy van egy olyan felfogás, ami talán nagyon beivódott a köztudatban, de én úgy gondolom, ez egy hamis felfogás. Konkrétan arra gondolok, hogy azt vallja nagyon sok ember, hogy a jó embereket úgy igazságos, hogy csak jó dolgok érjék. Tehát jó emberrel nem történnek rossz dolgok. Nem tudom, hogy felfedezitek-e magatokban, hogy hányszor gondolkodunk így. Hogy hát végül is mi az Isten útját választottuk, sok mindent tettünk már az ő ügyében, és akkor történnek olyan dolgok az életünkben, hogy megállunk, és azt kérdezzük, hogy Uram, ez miért? És én úgy gondolom, hogy magában a kérdés felvetésben ott van ez a gondolkodásmód, hogy miért jó embereket csak jó dolgok érhetnek? Jó embereket nem érhetnek rossz dolgok? És ezért különleges számomra Jób története, mert az igaz emberi magatartást, a tiszta kezű embert mutatja be, akit olyan megdöbbentő csapás sorozat ért, amit úgy gondolom, hogy mi még elképzelni se tudunk, hogy mi lenne velünk, hogyha velünk történne ilyen dolog. Ugye Jób nem tudhatta azt, hogy mi történik a háttérben. Nagyon érdemes elolvasnunk Jób könyve első és második fejezetét, hogy Jób egy kikéretésbe került, mert Sátán, aki látta ezt az embert, és látta azt, hogy ez egy nagyszerű eszköze az Istennek ebben a korban, hogy ő hogyan tudja az Istent képviselni, azt mondta az Istennek, hogy csak azért teszi Jób mindazt, amit tesz, mert mindene megvan. És vesd csak rá a te kezedet, és vegyél el tőle mindent, és majd meglátod, hogy szemtől szembe megátkoz téged. És nagyon döbbenetes az a sátáni magatartás, hogy azt mondja Istennek, hogy vesd rá a te kezedet, és közben pedig a fejezet leírása szerint nem Istentől származtak a csapások, hanem az ellenségtől.
És ahogyan elolvassuk az első fejezetet, hogy hogyan zúdult rá a csapás Jobbra, ez egy olyan megdöbbentő csapás sorozat, hogy tényleg azt mondhatom, hogy mindenét elveszítette Jobb. Mert olvashatjuk azt, hogy az ökrök, a szamarak, a juhok, a tevék mind elpusztultak, elhajtották őket, a szolgákat megölték, egy-egy hírmondó maradt. A gyermekeire egy tornádó, hát itt így tudnánk talán mondani modern szóval, hogy egy tornádó következtében rászakadt a ház, az összes gyerekét egy nap alatt veszítette el. És azután még ez nem elég, hogy elveszített mindenét és a gyermekeit elveszítette. Elveszítette az egészségét is, mert tetőtől talpig fekélyek lepték meg az ő testét, és elveszítette a házastársát is, aki azt mondta neki, mikor mindezt vele együtt végigélte, hogy átkozz meg az Istent és hallj meg. Én úgy gondolom, hogy ez olyan döbbenetes csapás sorozat, hogy ezt felmérni sem tudjuk, hogy ez mi lehetett Jobb számára. És hogy milyen az igaz, tiszta kezű ember magatartása ilyen körülmények között, én azt a két igeverset szeretném felolvasni, ami nagyon mélyen hatott rám, amikor ezt elolvastam. És nekem magyarázata a felolvasott alapkijelentésre, hogy mit jelent az igaz magatartás és a tiszta kéz, hogy ilyen körülmények között mit mondott Jobb. Az első fejezet 21. versében, amikor még egészséges volt, de minden anyagi javát és gyermekeit elveszítette, akkor ezt mondta a 21. vers szerint, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Én úgy gondolom, hogy ez az igaz magatartás. Az Úr adta, és nem tudom miért, az Úr elvette, de áldott legyen az ő neve. És a következő, a második fejezetben, ez akkor olvashatjuk ezt a kijelentést a 10. versben, amikor már beteg, és amikor a felesége is azt mondja neki, hogy még mindig erősen állsz a fethetetlenségedben, átkozz meg az Istent és hallj meg. És akkor mit mond Jobb? Úgy szólsz, mint a bolondok közül egy. Ha már a jót elvettük az Istentől, a rosszat nem vennénk el. Nagyon különleges ez a mondat a Szentírásban. Ha már a jót elvettük az Istentől, akkor a rosszat el tudjuk fogadni úgy, hogy ezt Isten megengedte? És úgy gondolom, hogy ha végigolvassuk Jobb könyvét, akkor számomra is most összegződött az, hogy ezek a szenvedések kezdetei voltak az ő szenvedésének, de volt még egy dolog, amire én nem figyeltem eddig, ami még fokozta Jobb szenvedését, ez pedig az volt, hogy amikor a három közvetlen barátja meghallotta az ő történetét, hogy mi történt ő vele, akkor eljöttek és meglátogatták őt a második fejezet kijelentése szerint. És azt olvassuk, hogy ugye megérkeztek ő hozzá hárman, azt olvassuk a második fejezet 11. versében, hogy azért, hogy bánkódjanak vele és vigasztalják őt, és amikor távolról meglátták a szemétdombon ülő Jobbot, azt az embert, aki korának egy tudósa és egy tekintélyes embere volt, mindenét elveszítve ilyen állapotban, hogy a fekélyeket vakargatta, akkor azt olvassuk, hogy 7 napon és 7 éjszakán keresztül csak ültek, és egyetlen szót sem szóltak. És úgy gondolom, hogy ez volt az a magatartás, amit ha tettek volna, akkor valószínűleg többet vigasztalták és bátorították volna, mint ami ezután következett. Mert ha elolvassuk, ami ezután következik, akkor bennem az erősödött meg, hogy Jobb nem érthette, hogy mi van emögött az egész történet mögött, hogy itt Sátán kikérte őt. És az volt a célja, hogy ő szembe forduljon az Istennel, és ne legyen az Istennek egy hiteles képviselője, hanem neki még azt is kellett viselni, hogy miket mondtak neki a barátai. Hát én ajánlom nektek, hogy ha ezt mélyebben meg szeretnétek érteni, akkor olvassátok Jobb könyvét ilyen szemmel. Én a készülés szempontjából megtettem azt, hogy olvastam ezeket a beszédeket, és belegondoltam abba, hogy mi mindent kellett végighallgatni a Jobbnak. Nyilván ő sem értette, hogy mi történik vele, de azt mondhatnánk, hogy a barátai még annyira sem értették azt, hogy mi történik vele.
És én most csak ízelítőinként szeretnék a három barátnak a mondataiból idézni egy néhányat. De megtehetitek, hogy ti utána olvastok. És én úgy beleképzeltem magam, hogy olyan helyzetben lennék, hogy fogalmam sincs, hogy miért történik velem ilyen dolog, de mindent elveszítettem az életben. És vizsgálom azt, hogy vajon miért veszítettem el. És ugye közben ott vannak fejezetek a Szentírásban, a 29-től 31-ig terjedő fejezet például, ahol Jób végigvezeti, hogy hogyan emlékezik vissza az életére, és nem találja azt, hogy mi az oka annak, hogy mindez vele történik. És akkor jönnek a jó barátai, és ők pedig megmondják azt, hogy miért történik vele, és minősítik az ő jelenlegi magatartását és helyzetét. Hát kicsit most úgy hallgassuk ezeket a szavakat, amiket így felolvasnék, csak ízelítőként, hogy hogyan élhette meg Jób, amikor ezeket hallhatta a barátai szájából. Az 5. fejezetnek az első 3 versét szeretném felolvasni, ez Elifáznak az egyik beszédéből való. Tehát 5. fejezet első 3 verse. Kiálls csak! Van-e, aki felelne néked? A szentek közül melyikhez fordulsz? Mert a bolondot bosszúság öli meg, az együgyűt pedig buzgóság veszti el. Láttam, hogy egy bolond gyökerezni kezdett, de nagy hamar megátkoztam szép hajlékát. Nem olvasom tovább, ti még olvashatjátok tovább is. De bele tudjuk képzelni magunkat, hogy Jobbnak hogy esett az, amit itt kapott, vigasztalásul? Vigasztalás lenne nekünk egy ilyen helyzetben, hogy hát csak kiálts, van valaki, aki meghallja a te kiáltásodat? Azért mentek oda, hogy vigasztalják, és azt mondja neki a barátja, hogy hát a szentek közül van valaki, aki neked felelne. És nem tudom, mit mondanánk akkor, hogyha elkezdené mondani a barátunk egy ilyen helyzetben, amit olvasunk, hogy mert a bolondot bosszúság öli meg, az együgyűt a buzgóság veszti el, és láttam, hogy a bolond gyökerezni kezdett, és aztán nagy hamar láttam, megátkoztam szép hajlékát. Hát nem tudom, hogy éreznénk magunkat egy ilyen helyzetben, hogy a legjobb barátunk azt mondja nekünk, ilyeneket emleget, hogy bolond és együgyű. Most akkor vegyük magunkra, vagy ne vegyük magunkra? Vagy magunkra vennénk, vagy nem vennénk magunkra? Akkor a következő, ugye mindig olvashatjuk jobb válaszát, tehát érdemes majd jobb válaszait is tanulmányoznunk. A 8. fejezet 2. verse, miután Jób válaszol Elifáznak, akkor megszólal Bildád az első beszédében, és ezt mondja a 2. versben. Meddig szólasz még e féléket, és lesz a te szádnak beszéde, se beszél. Jób próbál valamit válaszolni erre. És minősíti Jób beszédét, meg az ő magatartását a barátja, azt mondja, olyan a te beszéded, mint a sebesszél. Hát meddig szólasz te még e féléket? Akkor a 11. fejezetnek a verseit is szeretném, ez Cófárnak a beszédéből való, amik után nyilván megint válaszolt Jób, és aztán folytatódik a párbeszéd, nem tudjuk, hogy ez mennyi időt vett igénybe, de gondoljunk el egy mélységesen beteg és szenvedő ember figyelni ilyen beszédekre, és arra úgy válaszolni, ahogyan ő válaszolt. Így olvasom a 11. fejezetben. A sok beszédben ne legyené felelet? Avagy a csácsogó embernek legyené igaza? Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódol is, és ne legyen, aki megszégyenítsen? Azt mondod, értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid előtt. De vaj, ha szólalna meg maga az Isten, és nyitná meg ajkait te ellened. Hát, szép kis vigasztalás, ugye? Azt mondja, hogy te itt csácsogsz, meg fecsegsz, meg csúfolódsz, és azt mondod, hogy te értelmes vagy, meg tiszta vagy az Isten előtt, de ha az Isten megszólal, akkor ha megszólal már végre, akkor is ellened szólal meg. Szóval úgy gondolom, hogy ez valami rettenetes lehetett hallgatni Jobbnak. És csak csodálhatjuk azt, hogy Jobb hogyan válaszol. Aztán a következő, a 15. fejezetből szeretnék még néhány verset idézni a 2. verstől, ami Elifáz 2. beszédéből való.
Vajon a bölcs felelheti ilyen szeles tudománnyal, és megtöltheti hasát keleti széllel? Vetekedvén oly beszéddel, amely nem használ, és oly szavakkal, amely semmit nem segít. Te már semmivé akarod tenni az Isten félelmét is, és megkevesbíted az Isten előtt való buzgolkodást? Mert gonoszság oktatja a te szádat, és a családok nyelvét választottad. A te szád kárhoztat téged, nem én, és a te ajkaid bizonyítanak ellened. Micsoda vádak fogalmazódnak meg itt. Azt mondja, semmivé akarod tenni az Isten félelmét, és megkevesbíted az Isten előtt való buzgolkodást. Szóval döbbenetes lehetett végighallgatni Jobbnak azt, hogy így látják őt a barátai, amikor ő az Istenről szól, és válaszol azokra a vádakra és azokra a mondatokra, amiket fölhoznak. Hát, hogy aztán miféle hamis tanításokat kellett végighallgatnia, annak csak egy mintája, ami ebben a fejezetben van, hiszen maga Isten jelenti ki a végén Jobbnak, hogy nem szólottak ezek a barátok Isten felől sem igazán. Azt olvassuk a 15. és 16. versben, ímé még az ő szenteiben sem bízok, az egek sem tiszták az ő szemében, mennyivel kevésbé az utálatos és megromlott ember, aki úgy nyeli a hamisságot, mint a vizet. Ugye előtte van egy kérdés, hogy micsoda a halandó, hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, hogy aki asszonytól születik. Micsoda Isten kép az, amivel itt bátorítják Jobot a barátok, azt mondják neki, hogy még az ő szenteikben sem bízik, az egek sem tiszták az ő szemeiben. Mintha Isten egy ilyen hibakereső valaki lenne. Gondoljunk arra, hogy Jobnak ezt is végig kellett hallgatnia. És most arról szeretnék szólni a következő szakaszban, hogy én próbáltam vizsgálni azt, hogy mit jelent az, hogy Jób ezeknek a hallgatása ellenére, ami egymás után következett, és úgy tűnt, hogy vége hossza nincs ennek a sok hamis beszédnek és az ő vádolásának. Hogyan tudott megmaradni úgy, ahogyan ő maga elmondta, hogy ám az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz. Ugye ez még jócskán a könyvnek ugye a közepe előtt van. Ez csodálatos reménysége lehetett Jobbnak, hogy ha ő igaz, akkor neki ki kell tartani, és abban kell hinni, hogy valami olyan dologért történt ez az egész, hogy ő még erősebbé lehet, és nem szabad, hogy összetörjön ebben a nagyon mély válságban. És én próbálom összegezni egy pár gondolatban az ő magatartását, de nyilván nem tudom a teljességet elmondani. Kutassátok ti is, mert azt hiszem, hogy nagyon nagy szükségünk van nekünk ezekre a példákra, amit itt Jób életében láthatunk. Ami nagyon mélyen megragadott engem, hogy az igaz és tiszta kezű ember fölvállalja a mély fájdalmát, elmondja, a csüggesztő gondolatait is kifejezi. Tehát nem elleplezi azt, vagy nem letakarja azt, hogy hát ezek a szavak most úgy érnek engem, hogy ezek nem érintenek engem. Meg az egész dolog, ami velem történt, ez semmiben nem érint engem. Talán csak példaként szeretnék idézni a 30. fejezetből a 26. és 27. verset úgy példaként arra, hogy az igaz ember, a tiszta kezű ember nem az, aki nem meri fölvállalni azt, hogy én szenvedek, hogy nekem kérdéseim vannak, hogy nekem elkeseredésem van, hiszen megátkozta ő a születése napját, de fölvállalja őszintén ezt a küzdelmet. Ezt olvasom a 30. fejezetből, a 26. és 27. versben. Bizony jót reméltem, és rossz következett. Világosságot vártam, és homály jött. Az én bensőm forr, és nem nyugszik. Megrohantak engem a nyomorúságnak napjai. Nyilván még több példát is idézhetnénk, de hogy fölmeri vállalni azt, hogy forr a bensőm, hogy kérdéseim vannak, hogy nem értem ezt az egészet, és nem értem azt, hogy miért volt az, hogy én jót vártam, és rossz következett, és hogy megrohantak engem a nyomorúságnak a napjai. És a 20. verset szeretném még idézni, hogy azt is őszintén fölmeri vállalni, hogy nem érti, hogy Isten miért nem válaszol. Ezt olvassuk a 20. versben. Kiáltok hozzád, de nem felelsz.
megállok, és csak nézel rám. És úgy gondolom, hogy mindezek hátterén, hogy ő fölvállalta, és elmondja, és megosztja a barátaival, mert barátjaival osztja meg az ő lelki küzdelmét, hogy hogyan hat rá az, amit itt mondanak meg, az az egész helyzet. Mi volt az, amiben folyamatosan erősítette magát ebben a helyzetben Jób, és aminek a következményeképpen az a reménység, amiről olvastunk a 17. fejezet leírása szerint, hogy de a tiszta kezű emberrel, ami történik, az őt csak még erősebbé teheti. Miben erősítette magát szüntelenül Jób? Ahogyan itt próbáltam kutatni azt, hogy mik voltak az ő kapaszkodói, ezekkel kapcsolatban is szeretnék igeverseket felolvasni. A 7. fejezetben a 17. és 18. verset szeretném idézni. Micsoda az ember, hogy őt így nagyra becsülöd, hogy figyelmedet fordítod rá. Meglátod őt, meglátogatod őt minden reggel, és minden szempillantásban próbálod őt. Én úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos kapaszkodó. Átézi a maga porvoltát. Micsoda az ember az Istenhez képest, akivel ilyen dolgok megtörténhetnek, hogy ott van, és nyilván arra készült, hogy ennek már csak a halál lehet a vége. És mi az, amiben megerősíti magát? Azzal küzd, hogy vajon miért nem felel az Isten. Elhagyott engem, én kiáltok és nem válaszol, de mi az, ami kapaszkodó számára? Olyan csodálatos ez a kijelentés, hogy őt így nagyra becsülöd, és figyelmedet fordítod rá. Hitével meg akart abban kapaszkodni, hogy az Isten akkor is a figyelmét fordítja rá, hogyha most éppen próbálja is. Ugye azt mondja, hogy meglátogatod őt minden reggel, megpróbálod őt minden napon. De hogy mindezt a gondviselő Isten teszi. Ez tehát egy kapaszkodó volt számára a gondviselő Istenben való hit, amiben akkor sem rendült meg, amikor nem tapasztalta azt, hogy ez most az Isten gondviselése lenne vajon. A 10. fejezetből szeretnék még idézni a 8. vers elejét és a 9. vers elejét, ahogyan a gondviselő Isten mellett az Isten teremtő hatalmában való hitét erősíti meg. Tehát a 10. fejezetnek először a 8. vers elejét, majd a 9. vers elejét így olvasom. Kezeit formáltak engem, és készítettek engem egészen körös körül. Emlékezzél kérlek, hogy mint valami agyagedényt, úgy készítettél engem. És aztán a 12. vers. Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet. Na ez az igaz és tiszta kezű magatartás. Nem tudom, hogy mi miért történik velem. Fogalmam sincs, hogy miért ez az egész kikéretés. De egyben nem akarok megrendülni, hogy az Isten tulajdona vagyok, hogy ő készített engem, az ő kezei úgy formáltak, mint az agyagedényt, akkor hogyan hagyna ő engem magára? Akkor is, ha én kiáltok, és úgy látom, hogy nem felel. De biztosan nem hagy magára. És amikor valaki egy ilyen súlyos betegségben van, akkor mit mond? Életet és kegyelmet szereztél számomra. A te gondviselésed őrizte az én lelkemet. Milyen csodálatos kijelentések ezek ilyen háttéren. És aztán, hogy mennyire a mindenhatótól várja a választ, annak ellenére, hogy most még mindig nem érti, hogy miért nem érkezik a válasz, így olvassuk a 13. fejezet 3. versében. Azonban én a mindenhatóval akarok szólni. Isten előtt kívánom védeni az én ügyemet. Ő kapott egy csomó emberi választ. Hát nem is mondhatnánk azt, hogy nagyon sok vigasztalása és bátorítása volt ezekben. De azt mondja, hogy ha emberektől nem is kapok semmi eligazítást, de van egy reményem, hogy én a mindenhatóhoz fordulhatok, és ő bizonyára fog nekem válaszolni, és én Isten előtt kívánom védeni az én ügyemet. És amitán a legcsodálatosabb ebben az egészben, hogy ezek között, a körülmények között
Talán azért történt jobban mindez, hogy még erősebbé váljon abban, hogy az Isten teremtette őt, hogy ő tartja fönn, hogy az ő gondviselése őrzi az életét, hogy abszolút módon tőle függ az élete, de ami a legcsodálatosabb, hogy mindezekben mi volt a legcsodálatosabb reménye, a 19. fejezetnek, a 25. és 26. vers, ami az egyik legközismertebb vers, hogy hogyan tett hitet arról, hogy mi az, ami egy csodálatos kapaszkodó számára. És talán a legnagyobb kapaszkodó, így mondhatnánk. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet meglátják, nem e testben látom meg az Istent, akit magam látok meg magamnak, az én szemeim látják meg, nem más. Úgy gondolom, hogy Jób reménységének a csúcspontja ez. Azt mondja, hogy ha el is veszítem a testemet, meg is kell halnom, de én egy dolgot tudok. Tudom, hogy az én megváltóm egy élő megváltó. És ha most nem kapok választ, és nem kapok feleltet, és lezárja az én életemet, de utoljára megáll az én porom felett, föl fog támasztani. És nem, ha nem ebben a testben látom meg az isteni hatalmat, de akkor majd a manapon meglátom az isteni hatalmat. És magam látom meg magamnak. És azt mondja, hogy az én szemeim látják meg, nem más. Tehát az az örök reménység, amivel ő vigasztalja magát, hogyha nem is ezen a földön értek meg mindent, de majd a manapon meglátom az Istent. És lehet, hogy csak majd akkor kapom meg a választ. És én úgy gondolom, hogy amikor elolvastuk ezeket az igeverseket, akkor talán még jobban értjük, hogy mit is jelent ez a mély kijelentés. Ám az igaz, kitart az ő útján. Nem hagyja el az Isten útját, akkor sem, ha nem érti, hogy mi történik vele. És a tiszta kezű ember még erősebbé válik. Még egy dolog, ami nagyon mélyen hatott rám, ami az igaz és tiszta kezű emberre vonatkozik, hogy mivel ő Istennél kereste a választ, és abban bízott, hogy Isten meg fogja adni, ha nem most érti meg, akkor majd odaállt majd az örökké valóságban. Még egy dolog, ami nagyon mélyen hatott rám, hogy az igaz és tiszta kezű embernek milyen viszonya volt a barátaihoz. Hát ugye arról, hogy milyen türelemmel és szeretettel hordozta őket, én most nem akarok igehelyeket idézni, mert gyakorlatilag azzal, hogy ő mindig válaszolt, és türelemmel válaszolt, én úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos példája annak, hogy milyen az igaz és tiszta kezű magatartás. De amit most szeretnék elétek hozni, az a 42. fejezetben van, ami úgy gondolom, hogy nyilván egy nagyon fontos útmutatás és tanítás, hogy mire kérte Isten Jóbot akkor, amikor ennek az egész történetnek úgy lett vége, hogy Isten megjelent, Jóbot is tanította, és megértette, hogy ez az egész miért van, és azt olvassuk a 42. fejezetben, hogy megvalósult az, amiben ő hitt, hogy ő még többet fog megérteni az Istenből, és még erősebbé válik, mert úgy fogalmazza meg a 42. fejezet az 5. és 6. versben, én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged, azért hibáztatom magam, és bánkódom porban és hamuban. Azért különleges nekem ez a kijelentés, mert Isten jelentette ki Jóbról az, hogy igaz, Istenfélő, bűngyűlölő és fedhetetlen. És azt mondja Jób, hogy még ezen a jellem szinten felül is tisztulhatott az ő jelleme, mert ő maga úgy hasonlítja a korábbi életét a mostanihoz, hogy olyan az életem, mintha eddig csak a füleim hallásával hallottam volna rólad, most pedig a szemeimmel látlak téged. Amikor mélyebb összefüggéseket megérthetett a nagy küzdelemről, ahogyan Sátán kikéri az embert, és amiért Isten ezt az egészet megengedt. És azt mondja, ebben akkora a különbség, hogy én most még erősebbé váltam abban, hogy kicsoda az Isten, aki Sátánt nem pusztította el az elején, határokat szab, megenged, és ezt úgy fordítja az embernek a javára, hogy még erősebbé, még tisztábbá és még igazabbá válik.
És én úgy gondolom, hogy a barátaival való kapcsolatában is még egy dolog, ami elgondolkoztatott engem, hogy azt olvassuk ezután, hogy azt mondja Isten Jobbnak, a 7. vers szerint, hogy haragom felgerjedt a két, ugye Elifáznak mondja az Úr, hogy haragom ellened is, meg a két barátod ellen is felgerjedt, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jobb. És azt mondja, most hozzatok áldozatot, és Jobb a ti barátotok, imádkozzon érettetek. Hogy elgondolkoztam azon, hogy hát tudjátok, most tanulunk a szentély szolgálatáról. Ugye vitte a bűnös az áldozatát, rátette az áldozati állat fejére a kezét, ráolvasta a bűnét, és a bűn áthárítatott. És azt mondja most itt Isten, hogy Jobb olyan lelki magaslatra jutott el, hogy ő imádkozzon a barátaiért. Ebben a helyzetben, hogy Isten bocsásson meg nekik, és azt mondja, hogy csak az ő személyére tekintek, mert ő igazán szólott felőlem, hogy imádkozzon az ő barátaiért, azokért, akik hamisan szóltak az Istenről, és akik nem tudták őt megérteni. És ugye amikor mindezt úgy végig gondoltam saját magamnak, akkor újra feltettem magamnak a kérdést, hogy miért történt Jobbal mindez, ami történt. Én saját magamnak azt értettem meg, hogy miattunk történt. És az összes emberért, aki a világ történelem idején, az emberi történelem idején elolvashatta Jobb élettörténetét, és megismerte, hogy mi történt Jobbal. Mert hogy mi nem vagyunk igazak, istenfélőek és bűngyűrölők jelenleg, legalábbis én saját magamról nem merem ezt kimondani. De volt valaki, akiről maga Isten mondta ezt ki. És mégis ilyen dolgok történtek vele. Mert hogy a világegyetemben élő angyaloknak is látniuk kell azt, hogy mit jelent az Isten az embernek. Annak az embernek, aki ide kivetve a sátán fejedelemsége alatt él, hogy képes kitartani olyan körülmények között is, amikor mindenét elveszti, és akkor is képes erősen állni az Istenben való hitben, és még akkor is lehet reménysége, hogyha ott áll, hogy most már az utolsó napjait vagy az utolsó hónapjait éli. És akkor is van egy reménysége arra, hogy tudom, hogy az én megváltom én, és én meg fogom őt látni, és ezért érdemes élni. És én úgy gondolom, hogy kevésünkkel történik olyan dolog, mint ami Jobbal megtörtént. Azt hiszem, hogy mi sokkal kisebb dolgoktól is nagyon kétségbe tudunk esni. És számomra nagyon bátorító az, hogy Jobb kimondta ezt a nagy mondatot, hogy ám az igaz, kitart az ő útján. És a tiszta kezű ember még erősebbé válik. Ilyen háttéren mondta ezt ki Jobb. És úgy elgondolkoztam azon, hogy mi, akik az emberi történelemnek az utolsó időszakában élünk. Így mondhatnánk, hogy az utolsó felvonásait éljük az emberi történelemnek. Milyen fontos számunkra, hogy Jobb élettörténetiből megértsünk valami nagyon fontosat, hogy a jellemünk fejlődése, a tisztulása az Isten kezében úgy van, hogy ő annak érdekében, hogy a kitartást megtanuljunk, hogy még erősebbé váljunk, nem tudja másként megtenni azt, mint hogy próbáló helyzetekbe juttat bele bennünket. Mert enélkül ez még Jobb esetében sem ment. Pedig mi azt mondanánk, hogy ha már Isten kijelenti, hogy valaki igaz, itt igaz, istenfélő, fethetetlen és bűngyűlölő, akkor készen van a jelleme. És én úgy gondolom, hogy mi megerősödjünk abba, és örökre elfelejtsük ezt a hamis gondolatot, hogy a jó emberekkel csak jó dolog történhet, és rossz dolog soha nem történhet. Leíratod Jobb története, hogy megértsük azt, hogy Isten gondviselése őrzi mindannyiunk életét és lelkét, és ő életet és kegyelmet szerzett számunkra, de azt szeretné, hogyha nagyon mélyen belevésődne a lelkünkbe az, hogy Isten, ha bármit megenged, csak egy dologért engedi meg, hogy igazzá váljunk, tiszta kezűek legyünk, hogy kitartóvá váljunk, és hogy még erősebbé váljunk az élet útján. És hogy miért kellett megengedje Isten Jobb esetében, hogy azok a jó barátok ilyen módon viselkedjenek vele. Ez is olyan érthetetlen számomra, és talán most kicsit közelebb jutottam a megértéshez, hogy miért kellett Jobbnak viselnie azt, hogy a barátai, akire számíthatott volna, tulajdonképpen nem, hogy segítették volna, hanem tovább gyötörték a lelkét. És végig kellett hallgassa a hamis tanításaikat. És arra válaszolt. És én úgy gondolom, hogy ez is mi életünk történt.
Mert nagyon nehéz nekünk, hogyha emberekben csalódunk. Ha barátokban csalódunk, ha hittestvérekben csalódunk, ha azt tapasztaljuk, hogy rettenetes az a csalódás, és nem tudjuk ezt földolgozni. És Jób ezt viselte. Nem is rövid időn keresztül, ha csalódnia kellett. És én úgy gondolom, hogy a Jóisten talán éppen azért enged bele bennünket olyan helyzetekbe, hogy nekünk csalódnunk kelljen emberekbe, vagy valahogy bennünket is igazzá és tiszta kezűvé formáljon. Hadd olvassak egy néhány mondatot Ellen White-nak a Nagyorvos lábnyomán című könyvéből, ami így hangzik. Hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább embertársainknál keressünk megértést és gyógyulást, mint sem Jézusnál. Az irgalmas és hűséges Isten azonban sokszor megengedi, hogy cserben hagyjanak azok, akikben bíztunk, hogy megtanuljuk, milyen hiába való dolog emberben bízni és embert tenni erősségünké. Nekem ez egy különös eligazítás volt. Az irgalmas és hűséges Isten azért engedi meg, hogy mi csalódjunk ebben az életben. És azért van előttünk jó példája, hogy ez még vele is megtörtént. Hogy mi megértsük azt, hogy ez az Isten irgalma. Mert mi mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy embereknél keressük a megoldást, a gyógyulást, mint sem Jézusnál. És hogy ezek a csalódások, amelyeken keresztül kell mennünk, a csalódok ebben, csalódok abban, mire jók egyáltalán, mit akarnak velünk megtanítani? Azt mondja, azért engedi meg Isten, hogy megtanuljuk, milyen hiába való dolog emberben bízni, és embert tenni erősségünké. És amikor végig gondoltam, hogy az emberi történelem legvégéről milyen profétikus képek vannak a Szentírásban, hogy amikor Jézus Krisztus a nagy apokaliptikus beszéde után a Máté 24. fejezetének a lejegyzése szerint elmondta azt, hogy mi minden vár az emberiségre, akkor nekem döbbenetes volt, hogy azzal kezdi, hogy egy olyan hasonlatot használ, miután a jelekről mond egy hasonlatot, hogy az emberi történelem végén azt mondja, hogy hatalmas küzdelem lesz a közösségeken belül, oda jutnak emberek, hogy akik hittestvérei voltak egymásnak, egymással olyan módon szembe kerülnek, hogy az egyik ütiveri a másikat. Micsoda egy döbbenetes profécia, hogy ilyen időknek nézünk elébe. És alkalmasak lennénk mi azt az időt elhordozni akkor, hogyha előtte Isten nekünk soha nem engedné meg, hogy mi csalódjunk emberekben. Hogy nekünk egy fontos lecke megtanulnunk azt, hogy mi abszolút az irgalmas Istenben bízunk, akitől függ az életünk, de mi soha ne bízzunk emberben úgy, hogy őt az erősségünké tegyük. Ugye van az a nagy kijelentés, átkozott, aki emberben bízik. Ugye a Bibliában a kifejezés, hogy átkozott, az azt jelenti, hogy a bűnei következményeit viselje. Tehát nekem ez az igei kijelentés azt jelenti, hogy viseljem a bűneim következményét, a rossz döntésem következményét, ha én emberben bíztam, akkor meg is érdemlem, mert jó, hogyha csalódok, hogy megtanuljam, hogy soha ne helyezzem emberbe a bizodalmamat. De ami csodálatos, hogy az igaz ember kitarthat az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé válhat. És talán bátorításként még egy szakasz szeretnék olvasni ugyancsak Ellen White-tól, Bizonyságtételek 5. kötetének 136. oldaláról, hogy Isten talán azért is enged meg nekünk sok ilyen helyzetet, ami Jób helyzetéhez hasonló, hogy valami nagyon fontosat megtanuljunk. Nekünk nem kell követnünk másokat, és nem kötelező, hogy hasonl ránk az, amit mások részéről látunk, mint ahogyan azt értettük meg, hogy Jóbra nyilván fájdalmasan hatottak az, amit tapasztalt a barátaitól, hogy nem szóltak igazán Isten felől, hamis dolgokat beszéltek, meg ők bántották, de ő nem vált olyanná. És hadd olvassam ezt a néhány mondatot. Ideje, hogy Isten népe elfűnek bizonyuljon. Amikor Krisztus vallását a leginkább lebecsülik, amikor törvényét a legjobban lenézik, lelkesedésünknek akkor kell a legforróbbnak, bátorságunknak és szilárdságunknak a legtántoríthatatlanabbnak lennie. Álljunk az igazság oldalára, amikor a többség elhagy minket. Akkor harcoljuk az Úr harcát, amikor kevés a harcos.
ez lesz a próbatételünk. Akkor majd izzó lelkesedést kell merítenünk mások hidegségéből, bátorságot mások gyávaságából, és hűséget az árulásukból. Én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas tárlat, amiről szól ez az igei kijelentés. Ez egy apró pénzre váltás a gyakorlati kérdésekben annak, mit jelent az, hogy ám az igaz, minden rossz példa és rossz gyakorlat ellenére kitart az ő útján, és még erősebbé válik. De milyen mondatokat olvashatunk itt? Azt mondja, amikor a Krisztus vallását lebecsülik, lenézik, közönösek, lelkesedésünknek, legforróbbnak, bátorságunknak, szilárdságunknak, akkor kell lenni a legtántoríthatatlanabbnak. És azt mondja, amikor a többség elhagyja az igazságot, meg az Urat, azt mondja, hogy akkor szükséges, hogy harcoljuk az Úr harcát. Ez lesz a próbatételünk. Elgondolkoztató volt számomra ez a mondat, jó példája nyomán. Azt mondja, amikor a többség elhagyja az Urat. Azt mondja, akkor az Úr harcát harcoljuk. Úgy elgondolkoztam azon, hogy Jobb helyébe én mennyit harcoltam volna a barátaimmal. Hogy kicsit helyre raktam volna, hogy légy szíves, ne mondjál már ilyet, hogy az Isten még a szentaiben is talál hibát. Hogyan mutatott ő példát arra, hogy az igaz kitart az ő útján? Hogy ő helyesen képviselte az Istent. És csodálatos dolog az, hogy izzó lelkesedést meríthetünk mások hidegségéből, bátorságot mások gyávaságából, hűséget mások árulásából, ilyen módon, ahogyan ezt Jobb életében láthatjuk. Hogyha Isten a mi bizodalmunk, hogyha mi megértjük ezt a nagyon nagy mondatot, életet és kegyelmét szereztél számomra, és a te gondviselésed képes megőrizni az én lelkemet minden körülmények között. Én szívemből kívánom, hogy Isten formálja az életünket, és tegyen bennünket igaz és tiszta kezű emberekké az ő kegyelméből. Amen.